Szép jó estét kívánok minden kedves érdeklődőnek! Így közel a Költészet napja alkalmából rendezünk meg ma itt a Művelődési Házban Kortya Végtelenbe című verseskötet bemutatóját, és egyben a kötet illusztrációjukból a kiállítás megnyitót. Fogadják szeretettel Molnár Krisztinát, Zilai Gabriellát, és aki kalauzol bennünket, akár a tárlatban, akár pedig a versek között, Balla Ferenc, rádiós szerkesztő, dramaturg. Most pedig szeretettel felkérem Tevei Mátyást, hogy kezdje az előadást. Illetve bocsánat, még előtte Kollárd Jézuka néhány szóval biztatná a művészeket. Karacsonyt! A verskör nevében szeretném köszönteni az ünnepelteket. Egy pár mondattal. Krisztike és Gabika rendeket alkotott. Megtalálták ők a közös hangot. Versek és képek találkoztak szépen. Most idézek Krisztikének egyik verséből. Valahány kétségem levelek a szélben, lehullnak, peregnek, majdhogy észrevétlen. De észre kell vennie két művész munkáját. Tanuljanak tőlük fiak és unokák. És egy újabb kis idézet. Légy jó vagy rossz, de ember az embertelenségben. Gratulálunk minket bőnyüknek. Nagyon szépen köszönöm. Mert még itt vagyunk.